vegyen egy jó mély levegőt, még tartsa benne, tartsa benne. Többek között ezen a szénmonoxid mérésen is részt vehettek a Tolna megyei kormányhivatal dolgozói, a Tolna megye egészségért nevet viselő kampány keretein belül. Első lépésként a hivatali munkatársak számára tették elérhetővé a vizsgálat sorozatot. Lehőcz Regina, a Tolna megyei kormányhivatal főigazgatója elmondta, a szexádi járásban kétnapos szűrőprogramot tartanak, amiben sor kerül többek között vércukorszint, testzsír és szénmonoxid mérésre is. A mai nap során egy egészségmegőrző programra kerül sor. A múlt héten a Tolna megyei kormányhivatal és a Tolna megyei Barassa János Kórház, illetve az egészségfejlesztési iroda aláírt egy együttműködési megállapodást. A megállapodás lényege az, hogy ami részben a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának a feladatába tartozik az egészségmegőrzés, ezt konkrét programokkal tudjuk megvalósítani. Dr. Pátri Eszter, Tolna megyei tiszti főorvos úgy nyilatkozott, a népegészségügyi tevékenységet a térség összes lakosára szeretnék kiterjeszteni. A program sikerességét mutatja, hogy több embernél mutatott magas értéket a szűrővizsgálat. A magyar lakosság egészségi állapotában és így az idő előtti halálozásokban sajnos a népegészségügyi beavatkozással kiszűrhető és megelőzhető betegségek még most is az utóbbi évek kedvező tendenciájának ellenére is nagy szerepet játszanak. Éppen ezért a népegészségügyi beavatkozások közül a legfontosabb talán a lakosságnak az egészség tudatos életmódra nevelése, oktatása, másrészt pedig a korai szűrővizsgálatok fontosságának a hangsúlyozása. Dr. Bencúr Béla, a Balassa János Kórház belgyógyászati osztályvezető főorvosa szerint a magas vérnyomás már árulkodhat rendellenességről, tünetmentessége miatt azonban rendszerint senki nem veszi komolyan. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak, talán a szívérendszeri szűrővizsgálatok nincsenek annyira a lakosságnak a tudatába benne, mint a daganatos betegségeké. Rendkívül fontos nyilván a daganatos betegségek szűrése is, de azért azt tudni kell, hogy a vezető halálok, és hogyha bárkit az utcán megkérdezünk, meg sajnos akár szakembereket is, akkor hajlamosabbak rávágni, hogy a daganatos betegségeknek nagyobb a halálozása, és ez sajnos nincsen így, vagy hát nem tudom sajnos, de a szívérendszeri betegségek világszerte a mi hazánkban is vezetik a halálok statisztikákat. Rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással, minimális só és cukorbevitellel rengeteg betegség megelőzhető.